kiemelten és nagy szeretettel köszöntöm Kindermann Józsit, a Szeretett Láng nemzetközi koordinátorát. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk így a hét derekán, lehet azt mondani. Igen, köszöntelek és köszöntöm a kedves nézőket is. Mert hogy tényleg nagyon sok mindennel készülünk, ugyanis ma reggel elindult a zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat Csíksomjóra, a kolléganő ott van a vonaton, úgyhogy majd a későbbiekben őt is fogjuk kapcsolni, de ott voltunk a reggeli induláskor is, és nem csak, hogy ők, tehát a Missio Tours szervez elég nagy volumenű zarándoklatokat, hanem a missziós szolgálat és a missziós jelenlét azért itt a Szeretett Lánga magyarországi égisze alatt is azért hál' Istennek egyre jobban kibontakozik. Többek között én magam is találkozhattam a Szeretett Láng Fesztiválon Jim Blunt atyával, de újra eljön Magyarországra. Igen, immár harmadszorra jön el egy év alatt, nagyon beleszeretett Magyarországba. Nem valószínű, hogy a szép tájak miatt, mert hiszen néhány olyan helyet keresett csak föl, ahol valóban tanított prédikát is. Egyszerűen azért, mert ő imában nagyon erőteljesen fölismerte azt, hogy Magyarországnak itt kelet és nyugat határán mint egy nagyon nagy történelmi küldetése van. Nem csak az ezer éves történelmet tekintve, amikor itt tartottuk a hátunkat török, tatár és egyebek szemben is, hanem most is, és itt nem politikára kell elsősorban gondolni, hanem arra a hatalmas szellemi harcra, amelyikben két világ ütközik, és ezek már nem is területi ütközések tulajdonképpen, hanem az egész világ két pólusúvá vált talán, ha fogalmazhatok így. Igen. Tehát, hogy két pólus, tehát, hogy most mindenki törekszik, hogy több pólusra hozza, de mondjuk a mi dimenziumban nyugodtan mondhatjuk azt, hogy két pólus, tehát a jó és a rossz fogalmának, vagy a cselekedetnek a világára lebontva. Az biztos, hogy amikor valaki találkozik Jim Blunt atyával, akkor úgy megdöbben, vagy úgy érzi, hogy na, itt valami történik. Tehát, hogy őről mit kell tudni? Tehát, hogy mert eléggé, mondjuk itt nagyon sokan mondták, hú, ez nagyon-nagyon szimpatias. Tehát azért, amikor láttuk a Szeretett Láng Fesztiválon, tehát hogyha ott valaki nem figyelt a prédikációra, akkor aztán ott senki. Tehát nem engedte meg azt a pillanatot, hogy elbeugyuskódni. Én azt hiszem, hogy a népeknek a kultúrájából adódik az ő stílusa is. Ő amerikai. Olasz felmenőkkel és amerikai Egyesült Államokban él. Tehát az Angelika anya. Igen, igen. Egyébként, ha Angelika anyáról beszélünk, itt éppen kezemben tartom a 100 éves születése alkalmából kiadott EVTM magazint. Jim atya nagyon jól ismerte az Angelika anyát, és ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ő volt, aki a betegek szentségét, egész pontosan az akkor már éppen az utolsó kenetet föladta Angelika anyának. Úgyhogy ilyen értelemben az EVTN-hez is, a világhálózathoz is van Jim atyának kötődése. Ő azt látja egyébként, hogy, és akkor itt egy picit a közepébe próbálok belevágni, hogy nem ismerte Magyarországot, mikor először idejött. Azt se tudta, hogy csak valahol itt vagyunk mi Közép-Európában. És az első alkalommal az imája után azt mondta, hogy Magyarországnak, és ezt most értsük jól, tehát ne kezdjünk el ebből kombinálni, hogy Magyarországnak két démona van. Az egyik a rossz kedvűségnek a démona, a másik pedig a szomorúságnak a démona. És ettől meg kell a magyar népnek, a magyar nemzetnek szabadulni, mert igazán így lehetünk örömteli nemzet, és akkor ő egészen másként fogalmazott, azt mondta, hogy így válhatunk igazán a szentek nemzetévé. És akkor már meséltünk neki arról, hogy hát igen, azért a mi történelmünk ezer éve úgy indult, hogy egy szent családdal, ugye Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és akkor az Árpád-háziak a következő 300 évben. És azt mondta, hogy
gyerekek, ti ne a történelmetekre emlékezzetek pusztán, nektek most itt a 10 millió szent országává kell válnotok, és akkor tudjátok ti a történelmeteket, vagy bocsánat, a küldetéseteket beteljesíteni, és tulajdonképpen ez az, ami miatt most jön, hogy a fiatalokhoz szeretne elsősorban szólni. Mert ugye az időskorban, hát ezt én magam tapasztalom, hogy ahogy egyre jobban haladok előre életkorban, bizonyos tekintetben az erkölcseim talán azért válnak jobbakká, mert már nem tudok rosszat tenni, vagy annyi rosszat tenni, bocsánat, az eszmefuttatásért. Azért azért néha még azért az idős embereknek is sikerül, de az tény, hogy azért egy bizonyos szintig a bölcsesség, vagy az életkor azért megadja azt a fajta keretet, hogy akkor az ember úgy lássa, hogy na hát ezt talán már el kell engedni. Így igaz, de ugye gyönyörű szép dolog, amikor egy fiatal, mondjuk Carlo Acutisról, ugye, akiről nagyon sok szó esik mostanában, boldog Carlo Acutisról, igen, ő 15 évesen farmernadrágban tudott már szenté válni. Na most ezek a farmernadrágos szentek hiányoznak Magyarországról, egész pontosan őket kellene felszínre csalogatni, az életszentséget ő bennük, és ez Jim atyának az egyik nagyon erős küldetése a mostani missziós útja során Magyarországon. Ugye sokszor beszélünk a fiatalokról, néha lelkesen, néha szomorúan, néha pedig elkeseredetten, és a nagy kérdés mindig, hogy egyrészt az egyház fölteszi a magyar egyház a kérdés, hogy hol vannak a fiatalok, másrészt pedig hát, hogy meg lehet-e szólítani a fiatalokat, és ezt a kérdésort reggelig lehet folytatni. Tehát, de maradjunk, hogy meg lehet szólítani? Tehát meg lehet szólítani a fiatalokat? Azt hiszem, hogy itt Jim atyával kapcsolatban én egy nagyon konkrét példát tudok erre mondani. Amikor februárban itt járt, akkor úgy terveztük meg a programjait, hogy legyen egy-két szünnap is közte, hogy pihenjen. És azt mondta az egyik programnap után, hogy holnap után szeretnék találkozni a magyar fiatalokkal egy budapesti templomban. Hát mondtuk, hogy ezt mi nem hirdettük meg, és két nap alatt viszonylag nehéz dolog ez. És mondtunk egy-két egészen kicsi templomot neki, hogy akkor gyűjjünk össze, és akkor ott imádkozzunk, és beszéljen nekik. És hát nem kicsi. Kicsi. És akkor fölhívtuk a Budapest belvárosi templomot, az egy olyan durván 600 fős befogadó képességű. Magunkba eldöntöttük, hogy szervezőként, hogy ha 20-an fogunk imádkozni, akkor 20-an fogunk ott imádkozni, nagyon szép dolog lesz az is. Bementünk a templomba, és dugig tele volt fiatalokkal. Idősebbekkel is ugyan, de fiatalokkal. Egy hétköznap este télen még lehet, hogy vizsgai időszak is tartott, tehát az egyetemisták még talán készültek a vizsgáikra. Úgyhogy ez döbbenet, nem tudom megmagyarázni. A Szentlélek működik, és az biztos, hogy a papjaink lelkében ezt kellene, vagy ennek kellene teret adni. Hogy Szentlélek működj, és igenis én fogok tudni szólni akkor, mint az apostolok is. Igenis tudtak szólni az emberekhez. Ez egy kicsit azért egy álkérdés is volt. Tehát, mert hogy én gyakran elmondtam, és szerettem ismételgetni, hogy bizonyára nem sokan hallottak a Felházról. Tehát az egy ugyanilyen fiatalok által kezdeményezett ima alkalom volt, felekezet közé. Tehát mindenki mondta, hogy na majd egyházzá fognak alakulni, főleg itt a katolikus részről, de lényeg az volt, hogy tüzet szítson, tüzet gyújtson a fiatalok szívébe, tehát megtérésre hívja a fiatalokat, és érdekes volt látni, hogy alkalomról alkalomra nem tudtak akkora termet kibérelni ezek a fiatalok, akik szervezték, akiket az Isten arra hívott, hogy álljanak a kortársaik elé, és beszéljenek Istenről, és az ő megváltó szeretetéről, hogy mindig zsúfolt teltház volt. Tehát, hogyha merünk odaállni, és megmerjük szólítani a fiatalokat, és megmerjük hívni, tehát ők igenis ott állnak, és arra várnak, hogy meghívást kapjanak.
Tehát legalábbis én ez a tapasztalatom. És ami a legnagyobb dolog, hogy ha egy fiatal úgy igazán tüzesen beindul, akkor a 100 másikat fog maga után hozni. Ha 10 fiatal, akkor 1000 másikat fog maga után. Tehát ez a hatalmas nagy sodró lendülete van a fiatalságnak. Én azt hiszem, hogy az én fiatalkoromra visszaemlékezve szintén ez volt, hát hiszen annak idején ugye rejtőzködve, félig meddig tiltva kellett az ilyen ifjúsági rendezvényeket csinálni, és működött. Nem volt internet, nem volt semmi, de valahogy működött az egész. Na most itt van az hatalmas nagy lehetőség, televíziók, rádiók, internet, mindenféle média számunkra, és széttárjuk a karjunkat, hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat. Ez valami nagyon félre siklott, és ezt be kell, hogy valljam. Akár én is magam ön vizsgálatként is, hogy valamit változtatnunk kell. Én számtalan olyan mozgalmat és lelkiséget tudok mondani, de most egy konkrétan egy média missziósat. Tehát ahol a fiatalokat megszólították, hihetetlen sokan mozdultak meg, és Brazíliában óriási nagy lelkiségi megújulás született a Cansanovából, és amikor arra hívták őket, hogy akkor menjenek el a világra, és tegyenek tanúságot hitükről, akkor gondolkodás nélkül 100-an indultak el, és ma nem a ferences atyák szenvednek azzal, hogy a Szentföldön a legtöbb kegyhelyen működjenek a televíziós szolgálatok, meg a média misszió, hanem ezek a média missziós lelkületű, élethivatásszerűen média missziós lelkületű fiatalok vannak ott, zseniális. A Terra Santa News, amit ugye most már nem tudom hány éve adunk itt a magyar nézőknek, és ez úgy születik. Pusztán csak megmerték szólítani, elmerték hívni. És annyi, ez a tűz, amit az előbb is mondtál, olyan tűz volt ennek, hogy akkor ők azt mondták, hogy akkor ne, itt tehát langyoskodjunk, akkor a mindenbele is induljunk. Olyan érdekes egyébként, én nagyon sokszor visszagondolok arra, hogy vajon amikor Jézus beszélt, itt a földön jártam az emberekhez, milyen lehetett a korosztálybeli megosztás a hallgatói között. Nagyon sokszor olvasunk azért arról, hogy mitől Márk az egészen fiatal volt, ugye gyerekként, ahogy ott tüsténkedett, vagy pedig a fiú, akinek a kenyérszaporításnál ugye a halai és a kenyerei voltak, vagy akár Naimi ifjú Jairus lánya. Tehát nagyon sok ilyen gyerek és fiatal történetet hallunk. Én magamban úgy képzelem, lehet, hogy idealista vagyok, de hogy nagyon sok fiatal is ott lehetett Jézus követve. Mi ezért hívtuk most május 27-én Mária remetére a fiatalokat, hogy akkor lesz ez az első ifjúsági találkozónak meghirdetett rendezvény a Jim Blunt atyával, és ez Budapest Mária mellett egy kegyhely, egy gyönyörű szép park, nagyon, az adottságok nagyon jók lesznek. Itt attól függ, hogy a Jim atya is nagyon jó lesz, ezt én tudom, mert a Szentlélektől kapja erőt. A Szentlélektől még azt várjuk, hogy kicsit tüzesítse föl, és nyissa meg a fiataloknak a lelkét is. És akkor a címe valóban valóra válhat, amit Jim atya adott ennek a fiatalok rendezvényének, hogy a szeretet lángja az öröm lángja, vagy az öröm lángja a szeretet lángja. Tehát, hogy milyen összefüggésben van ez. Kicsit talán a szeretet lánggal is, ha már így utalhatok arra. Egyébként hozzáteszem, a Jim Blunt atya most az Országos Lelkipásztori Intézet meghívására érkezett, és az Emmanuel közösséggel és a Szeretett Láng Mozgalommal, a Szociális Testvérek Társaságával karöltve szervezzük a programjait. Ez akkor ugyanaz a program, ami minden hónapban végül is az elmúlt időben szokott lenni, vagy korábban volt a pápa látogatásra készülve, nem tudom. Csak látok, hogy első szombatonként a budapesti Szent István Bazilikában gyűlünk össze imádkozni rózsafűzért, igen, ettől sem kell félni. Azt hiszük mi, eldöntöttük mi, már bocsánat, most a magam nevében beszélek, mi öregek eldöntöttük, hogy a fiatalok nem imádkoznak rózsafűzért. Ez nem igaz. Butaság, ez igen, nem igaz. Igen. Úgyhogy most például azt hirdettük meg, hogy a fiataloknak, mindenkinek a kezébe rózsafűzért szeretnénk adni. Néhány nap alatt több ezer rózsafűzér összegyűlt a hívektől, és
szépek, tehát olyanok, hogy tényleg fiatalok kezébe lehet adni, tehát mindenki megértette, hogy itt most a fiatalokat akarjuk ezzel megszólítani. De hát a Szűzonya is fiatal lány volt, már bocsánat, hogy itt kicsit csapongok, akkor, amikor méhébe fogadta az urat, tehát ezt... Tehát azt lehet látni, igen, tehát hogy néha ilyen előre gyártott válaszokkal vagyunk, tehát ilyen kétszersültekkel bekészülve, tehát hogy azzal is igazolni az, hogy miért nem merünk lépni, miért nem merünk az Istennek a buzdítására, vagy a meghívására odaállni, és azt mondani akár a fiatalnak, hogy az Isten meghívott téged, az Isten szeret téged, megváltott téged. Tehát, és még ezt lehet ezt az egész sort tovább folytatni, mert hogy majd a biztos azt fogja mondani, hogy, vagy biztos azt fogja, és nem tudhatjuk. Tehát, mert a hit hallásból ered. Tehát, hogyha mi viszont nem akarunk megszólalni, akkor majd a kövek fognak. De e tekintetben viszont jó, mert a Jim atya az viszont azért igenis tud beszélni, meg tud szólalni. És nagyon nagy hatással, ez tényleg a Szentlélek működése. Én egyetlen példát hadd mondjak, itt tartok egy kis ima kártyát a kezemben, ez a Szeretetlen Mozgalomnak a napi imádsága, az Úrral való egységnek az ima. Ez az egység ima. Ez az egység ima. Ez az, amit a bazilikában is elmondott. A bazilikában is elmondott, és mi ezt 40 éve itt Magyarországon próbáljuk az embereknek a figyelmébe ajánlani, több-kevesebb, de be kell látni, hát inkább az, kevesebb sikerrel. Ez az az ima, hogy az elmúlt időben rengeteg fele voltam, és ahol szeretett lánggal találkoztam, szinte mindenütt ott volt. Tehát ez az egység imája. És arról számoltak be, hogy ez hihetetlen fontos. Tehát az embereknek a napi ima életének az egyik szegletköve. Tehát is sokszor hallgattam, hogy milyen szürreális az egész, tehát hogy akár Amerika vagy India, ez már a múltkor mondtam, tehát hogy Magyarországon kaptunk egy óriási egy ajándékot, nem ismerjük, a világ más és hihetetlen távoli pontjain nem csak hogy ismerik, hanem ez alapján építik, illetve rendezik be a napi életüket. És azt éreztük, és azt láttuk, hogy ez nem egy ilyen felületes hit, vagy nem egy ilyen felületes jelenlét, hanem valami olyan mély, sokszor néztük, hogy milyen levitálni fog az adott hölgy. Tehát, és nem egy színház volt, nem egy megjátszott, hanem tényleg érezted azt, hogy ez az ember most teljesen Isten jelenlétében van. És ez jó volt látni. Tehát, hogy erre képes ez a szeretett láng, amit mi viszont nem ismerünk. Igen, és itt nagyon fontos az, hogy itt Magyarországon nekünk, ugye az, hogy senki sem proféta a saját házájában, ezt sokszor mondjuk, Jézus után szabadon, bármikor ítézzük, de hogy mi ezt hosszú évtizedek óta próbáljuk itt Magyarországon is az emberek figyelmébe ajánlani, nem mondom, több-kevesebb sikerrel. A Jim atya erről az imádságról tavaly augusztusban úgy beszélt, hogy mindenki lángra lobbant tőle, ugyanis ez az Krisztussal való teljes egységben élésnek az imája, és így indult el az a havi rózsafűzér imádság, ami a Bazilikában azóta is első szombatonként van itt Budapesten, és mindez, térjünk vissza a fiatalokra, én voltam a legjobban, hogy mondjam, meglepődve, amikor a pápa látogatáson 11 000 fiatal a sportcsarnokban a szentségimádás alatt a Palánki püspök úr vezetésével, na akkor most imádkozzuk el az Úrral való egység imáját. És én csak ott ültem, hogy ez úgy indult el, hogy Jim atya elkezdte figyelmébe ajánlani az embereknek. Azóta valami 100 000 példányt kellett kiosztanunk, ami azt mondom, hogy és itt nem is a szeretett lángról van szó pusztán. Tehát itt nem mozgalmakról beszéljünk, talán furcsa ez az én számból koordinátorként, de itt arról van szó, hogy Krisztushoz oda kell vinni mindenkit. És ezért jó a mi együttműködésünk, hogy az teljesen mindegy, hogy szeretett láng mozgalom, Emmanuel közösség, szociális testvérek társasága, vagy ebben nagyon jó partnerként az EVTM világhálózat. Ezt nekünk együtt kell megtennünk itt Magyarországon. Ez azért jó hallani, mert sokszor tényleg úgy van, hogy elindul valami, és akkor a sátán az egyik leghatékonyabb eszközét veti be, amikor az egységet megbontja. Igen. És elkezdi megosztani, és akkor egyik akkor előrébb, hátrébb, és én alkalmanként belefutottam ezekbe a hirdetésekbe is. Mindig néztem, hogy tényleg fel vannak alul sorolva ezek a mozgalmak. Tehát, hogy egységben. Együtt most akkor a nemzetért, a magyar nemzetért.
De akkor azért, ha már itt tartunk, akkor én is meg tudom ígérni, hogy a következő újságban benne lesz akkor ez az egységi máj, mert hogy szerintem sokan fogják kérdezni, akkor hol lehet hozzájutni. De gondolom egyrészt, hogy tehát mi is be tudjuk tenni, mert ez fontos, másrészt pedig a szeretett láng elérhetőségén is meg lehet majd találni. De ha már itt vagyunk, akkor azért kérhetnénk, hogy halljuk itt is esetleg az egységnek az imáját. Igen, tehát itt hangsúlyozom, a Krisztussal való egységről van szó minden megszólításban, és így hangzik: imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, és ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Amen. Akik eddig figyeltek, és akik nem, azoknak is, köszönjük szépen, hogy itt voltál, tehát akkor Jim Blunt atyával lehet találkozni, ez nem csak az idő, nem csak a fiataloknak, hanem gondolom bárki mehet, de akkor a nagyszülőket úgy kérjük, hogy a két oldalukon az unokák ott legyenek, tehát akkor május 27-én lesz a Mária Remetén a találkozó. A szeretett láng az legyen akkor az öröm lángja, ugye? Tehát ez erről volt szó, de ez itt is van, most már látom. És délelőtt 10 órától 18 óráig lesz a program. Azon belül hogyan épül föl? Lesz-e Szent Mise? Tehát gondolom 10 órakor az érkezés, regisztráció gondolom úgy szintén nem kötelező, vagy nem adott, vagy nem lesz. Semmi kötelező jelleg nincsen, ezt megpróbáltuk tényleg a legszabadabbá tenni, mint ahogy Jézushoz a tópartra oda mentek. Valaki azért vigyen halat és kenyeret. Halat és kenyeret hozzon magával mindenki, inkább így mondom, kenyérszaporítás nincs a program pont közé, bár minden elképzelhető. Viszont egy nagy kezdő dicsőítéssel szeretnénk kezdeni, egy ráhangolódó, Istenre hangolódó énekléssel, utána a Szent Misével, mert azt mondják, hogy az a csúcs és a forrás a liturgia, itt most forrásként, tehát kiinduló pontként fogjuk a Szent Misét értelmezni, utána tanúságtételek fognak következni, mert igenis vannak csodák, és amik itt Jim atya itt jártai során megtörténtek, amiket én saját szememmel megtapasztaltam, tehát én ezt nem másoktól hallottam, hanem láttam, hogy mi történik. Egy-két ilyen tanúság, vagy néhány ilyen tanúságtétel fog elhangozni, utána pedig a Jim atya tanítása délelőtt ötönként, és, vagy délután majd, és aztán végül egy szentségimádással fogjuk zárni. Gyóntatás, közbenjáróima, egyéb mindenre lehetőség van a parkban. Május 27-én szombaton, tehát akkor találkozunk a Mária Remetei Parkban. A televízió sajnos nem tudott lenni, mert most már nagyon szerte mentünk a világban, de nem tudom, lesz valamilyen bekapcsolódási lehetőség, Mária Rádió? A Mária Rádió révén úgy tudom, a Facebook csatornájunkon pedig a Szeretett Láng Mozgalom Facebook csatornáján mindenféleképpen ott lesz. Szuper. És hogy akkor lesznek tanúságtételek, akkor mindenféleképpen ajánljátok Angéla testvér figyelmébe, ugyanis a júniusi hónap elindul a Lélekben és Igazságban tanúságtevő műsora, úgyhogy hajrá, hadd szóljon. És hát, ha minden jól megy, akkor ide is várjuk a Jim Blunt atyát a stúdióba. Kindoman Győző, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és mindezt elmondtad. Én köszönöm a lehetőséget.